Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Szép jó estét minden kedves nézőnek. A programunk pedig a GYEP program, a mai beszélgetésünk tárgya. Olvasom, a gyepesítés és más természetkímélő gazdálkodás eredményeképpen azt várjuk, hogy növekedjen a természetközeli élőhelyek száma és kiterjedése, mérséklődjön az élőhelyek leromlottsága és az ózonnövények terjedése, táji léptékben csökkenjen a természetközeli élőhelyek szétdaraboltsága, és növekedjen közöttük az átjárhatóság. Ugye ez az alap. Így fogalmazták meg azt a tervet, azt a programot, amelynek mentén rövidesen, illetve hát elkezdődik a GYEP program. Ugyanis én még emlékszem rá, hogy csupa zöld mező volt mindenütt a környezetünkben, és ma már sajnos ez egyre inkább visszaszorulóban van, ha úgy tetszik. De aztán kiderül majd ebből a beszélgetésből, hogy miért is fontos ez a program. Beszéljünk, hogy miért meghatározó tényező az agrárgazdaságban a GYEP. Mivel a Földön gyakorlatilag mintegy 5 milliárd hektárnyi szárazföldi terület van, és ebből nagyon kevés, mintegy 1600 milliárd hektárnyi terület az, ami szántó, ezért érezhető, hogy hát vagy kietlen területek a többi, vagy pedig erdőtársulások és nyilvánvaló rétlegelő. A rétlegelőbe való állattartásnak óriási történelmi hagyományai vannak, hiszen előtte ugyanúgy több gyomrú állatok foglalták ezt a területet, vadon élő állatok, ugye Amerikában a prérin tudjuk a bölénycsordáktól a szarvasig, tehát több mint 100 millió egyed volt annak idején. Tehát kialakult egy olyan szukcesszió, olyan társulás, ahol ugye a legelő állat, a legelő állat trágyája, ebbe való gyep növekedés, tápanyagutánpótlás tekintetében, a trágya természetesen hozta a rovarvirágot, a rovarvirág hozta a különféle madarakat, tehát magasabb szintű élőlényeket, gerinceseket. Nyilván, hogy ezt, ha az ember beleavatkozik, és megváltoztatja, akkor ez a társulás, ez a természetes egyensúly megbomlik. Erre tudom mondani a Yellowstone Parkot is, ahol azt mondták, hogy de Yellowstone Park nagyon szép, nagyon jó a szikláshegységben, nem csak a Yellowstone, hanem a többi is, de hát nem kell oda bölény. Hely kellene. Hát zavarja a turistát. Eltelt néhány évtized, és oly mértékben megváltozott a fűösszetétel, oly mértékben leromlottak azok a legelők, a prérik, ha úgy tetszik, hogy azonnal elkezdték visszatelepíteni a bölényt. Ma már tudjuk a farkasokat is, és hagyd ne soroljam. Egyébként érdekes, amit mond, mert mi azt tapasztaljuk itt Európában, hogy a szántóföldek terjedése az nagyjából a GYEP rovására is ment egy jó ideig. Igen, meg az Agrárgazdasági Kamara azért kezdeményezi a GYEP regiszter, tehát magyarán a GYEP-ek állapotának a felmérését, tehát állami felmérését, amiben hát mi magunk is, mint kamara részt fogunk nyilvánvaló venni, és a GYEP stratégia kialakítását, mert itt a stúdióbeszélgetések során is már többször említettem, hogy minden módon a kamara azt támogatja, hogy a GYEP-re tegyünk állatot. Természetesen nem lehet állatot tenni, mert az a termélés alapú támogatások közé tartozik, a gyepért járó föld alapú támogatást nem lehet összevetni a kettővel, de igenis meg kell mutatni a természetvédőknek, meg kell mutatni mindenkinek, hogy állat nélkül a gyep elkezd leromlani. A gyepjeink állapota, hát ha még nem is katasztrofálisan, de nagyon erőteljesen romló állapotban van. Tehát ugye nyilván a gyepnek megvan a szálfű összetétele, pázsit főfélékben az aljfű összetétele, amihez állatra van szükség, amikor ez elkezd ablakosodni, hézagosodni, kósborfélék, nyilvánvaló tavaszi héristől kezdve a kunkorodó árva lányhai veti föl a fejét a gyepbe, nem csak esetlegesen, hanem olyan kevésbé legel
tethető, vagy a legelő állatszámára elfogyasztató özönfajok, akkor, bár az előző nem az, de hát nyilvánvaló vannak ilyenek is, akkor értelemszerűen ez azt jelenti, hogy nem lesz megfelelő fű összetétel, ami az ősgyepekre jellemző. Na most, mivel a természetvédők, akár az AKG-ba, akár pedig hát a Naturában nem is beszélve, kategórikusan tiltják azt, hogy szerves trágya kerüljön a gyepre. Tiltják azt, hogy ha tavaszi vízárás van, akkor leengedjük a vizet onnan. Nyilván akkor kipusztul a fű. Felülvetni értelemszerűen nem lehet, és akkor más özönfajok kezdik el átvenni a területet. Tehát meg szeretnénk értetni a természetvédőkkel is, hogy mi nem a gyepek intenzifikálásáért vagyunk, nem azért vagyunk, hogy mesterséges körülményeket teremtsünk az ősgyepek vonatkozásába, hanem azért vagyunk, hogy a természetvédelmi rendszereket ne bolygassuk meg, fent maradhassanak. De a gyepek, ha úgy tetszik, kíméletlen használatával, tehát állat nélküli folyamatos kaszálásával tönkre fognak menni ezek a természeti értékek. De hát ha az alapjait nézzük meg, ugye a gyepek kialakulásának Európába. Európába az első erdőtársulások mellett, ugye erdei tisztásokon, faírtások helyén kezdődtek a gyepek. Nyugat-Európába, Németországba ugye jobb minőségű talajokra, erdei talajokra került a gyep. Ez azt jelenti, hogy ott lehetett későbbiekben intenzív gyepgazdálkodást folytatni, ami azt jelenti, hogy 4-5 évig keményen kaszálták, tápanyagutánpótlást végeztek, majd feltörték a gyepet és újra telepítették. Magyarországon a gyepek a nagyon gyenge, alföldi, vagy pedig más sivár erdőtalai területekre kerültek, ahol ezt az intenzív gazdálkodást eleve nem lehetett folytatni. Tehát nagyon kevés gyepünk van, amelyeket lehetett öntözni, 4-5 év után feltörni, újra telepíteni, stb. Stb. Ezeknek is a nagy része átkerült ugye a Natura 2000-be. De hát ugye, amikor szerkesztő úr említette az elején, hogy a gyepek milyen állapotban voltak, akkor azért halkan kérdezem meg, ha 15-20 év intenzív gazdálkodás után ott még volt olyan természeti érték, amelyet érdemes volt naturába tenni, akkor olyan rossz gazdálkodást ott nem folytattak, de ez csak a jó talajokon lehetett. Tehát a rossz talajok alkalmatlan arra, hogy a gyepet ilyen módon intenzíven műveljük. Nem is akarjuk, ezért fontos az, hogy mi a környezetvédekkel, a környezetvédőknek a tájvédelmi és egyéb madárvédelmi eszközeivel és módszerével együtt ehhez igazodó an tudjuk a gyepeket fenntartani, pont a rovarvirág, a beporzók, a madárvilág és az egész biotóp megőrzése céljából. Ugye elsődleges szempont, hogy az ősgyepek megmaradjanak, ugyanakkor a telepítés is folyamatos legyen, mert hogy ez ugye kettősség. Mit kell tenni az ősgyepek megmaradásáért, azon túl, amit az imént elmondott? Az ősgyepeket gondozni kell. Azokat is gondozni kell. Na most, ha nem tesszük rá a gondozó állatot, akkor nyilvánvaló, hogy a kaszálás, a traktor keréknek a tömörítő hatása, állatnak is van nyilvánvaló tömörítő hatása. Régen ezt egyszerűen tüzeléssel oldották meg a tavaszi tarlóégetéssel, ezt most már nyilvánvaló nem megy, de hát a gyepeket ápolni kell, fogasolni kell, szellőztetni kell, gyökérzónát lazítani kell. Nem akarom most itt elsorolni a gyep termesztés és karbantartásnak az összes műveletét, a bundáját lazítani kell, ősszel megszabadítani, tisztítókaszálás. Tehát nyilvánvaló, hogy el kell tudni végezni azokat a műveleteket, amivel az ősgyep is azt a fajta összetételt, fű összetételt megőrzi. Miért fontos ez? Mert tudományos kísérletek egyértelműen alátámasztják, hogy egy legelő állat, tehát egy normálisan működő ősgyep, tehát egy gyep vonatkozásában 70-80%-kal gazdagabb, aminósabb összetétel van a gyepen, mint egy termesztett takarmánynövényen. Na most,
Ezért nem kell a legelő állatnak premixeket, vitaminpótlást, és hagyd ne soroljam, miket tenni. Hát ha nálunk is, ha kimegyünk a esteledve egy ilyen legelőre, ami nálunk nyilvánvaló ugyanúgy ősgyep, akkor érezhetjük a gyógynövények sokaságának, az illóolajának az illatát. Ott, ahogy tapossuk, rálépünk, ugye az illóolajok áramlanak, és gyakorlatilag egy gyógynövény felhőbe közlekedik az ember. És ebbe közlekedik az állat is, napközben is, és ezt legeli le, és ezt válogatja ki. Tehát ezeknek a megőrzése elemi érdekünk. És amikor a beporzóknak a mind kevesebb létszámáról beszélünk, méhek és hagyd ne soroljak más rovarokat is e tekintetbe föl, ez azt jelenti, hogy ezt az életközösséget, ezt a biotópot valamennyiünknek kötelességünk megőrizni, és ebbe azt kell mondani, hogy az Agrárgazdasági Kamara kezdeményezésére a minisztérium pozitívan fordult a kérdéshez, a minisztériumban levő természetvédők megértették, hogy nem az intenzifikálás a célunk, hanem a megőrzés és az állatnak a gyepre való visszahozatala valamilyen módon támogatással, és hát egy egységes megoldás a tekintetben, hogy lehessen szerves rágyázni, a vizet le lehessen adott esetben engedni, hogy ne pusztuljon ki az ősgyep alatta, és nem kívánok most mindent felsorolni, mert azt hiszem, hogy teljesen érthető az a gondolatmenet, amiért mi a gyep munkacsoportot létrehoztuk, és neves gyep szakembereket tettünk oda, akik a gyep stratégiát is el tudják készíteni, és a gyep regisztert is, hogy jelenleg a gyepeink hogy állnak. Annál is inkább, hiszen azt tudjuk, hogy a gyepek mesterséges újra termelődése, illetve helyreállítása az egy nagyon-nagyon komoly és pénzigényes feladat. Nagyon pénzigényes, és amikor egy ősgyep elérkezett a romlásnak azon stádiumába, amikor már nem lehet helyrehozni. És gondoljuk csak át, a magyar gyepek, ahogy mondtam, azért alakultak ki, mert kiirtották az erdőket a középkorban, ugye a fahamu vagy a hamu zsírba szinte világelsők voltunk ennek az exportjába, majd nem lehetett később erdőt már telepíteni oda. Maradt a gyep, de ha a gyepet is tönkretesszük, akkor nem fogunk tudni megfelelő minőségű gyepkultúrát, akár még újratelepítéssel is tartósan kialakítani, ezért kell a meglévőt, a több évtizede megőrzött ősgyepeket a természetes állapotukban állattal megtartani, ahol pedig nincs állat, ott a szerves trágyázással pótolni. Világos, mi történik akkor, ha egy elhagyott szántón ismét elkezd kialakulni a gyep? Ezt hagyni kell, vagy be kell avatkozni, siettetni, ha úgy tetszik, mesterséges telepítéssel? Attól függ, hogy a gazda mit akar természetesen. A földalapú támogatást ugyanúgy a gyepre is megkaphatja. Tehát én úgy fogalmazok, hogyha támogatjuk az erdőtelepítést, és nem is kevés összeggel, aminek egy veszélye van, hogy a gyepek egy részére erdő is kerülhet, akkor igenis el kell érnünk, hogy a gyep telepítés is támogatva legyen. Hiszen ha gyepet telepítünk, lehet, hogy állattal együtt több hozamot ad, mint egy olyan szántó, amelyik még a támogatással együtt sem tudja hozni azt az eredményt, amiben megfelelő hasznot lehet realizálni. Hát lássuk be, a tavalyi év elfogadható termés eredményeket hozott, tudom, hogy voltak hullámmozgások, de kiváló árakat hozott. Na most, amikor a tavalyi rendkívül jó, nem mindegy növényre vonatkozik, de alapvetően kukorica is, hogy ne soroljon, szántó földön termesztett növények, alapnövények tekintetében egy kiváló évnek lehetünk a tanúi az árak tekintetében, és ezt követően is bizonyos földterületeken komoly vesztességek alakultak ki, akkor azok a területek nem alkalmasak arra, hogy ott szántóföldi növénytermesztés, netán kukoricatermesztés eredményesen folytatható legyen. Ott valóban fel kell
mérni azokat a lehetőségeket, hogy hogyan lehet esetleg erdőt, gyepet telepíteni, és megfelelő módon ezen eredményes gazdálkodást folytatni. Ebbe is segítséget fog tudni nyújtani az agrárgazdasági kamara. Mitől függ a gyepesítés sikere? Tehát a gyeptelepítés alapvetéseiről beszéljünk. Tehát egy gazda úgy dönt, hogy az eddigi szántóföldjén gyepet telepít. Érdemes? Nyilván, hogyha el fogjuk tudni érni, hogy ez valamilyen módon támogatott legyen, akkor természetesen érdemes, hiszen hát a számtalan növény termesztése, akár ahogy említettem az erdőtelepítés is, a támogatottság hatására átgondolást érdemel. Nyilvánvaló a gyep vonatkozásában mindig rá kell tenni, hogy milyen állatnak fogok ott takarmányt termelni, vagy fogok-e tudni legelőn tartott állatot ott tartani, ehhez megvannak-e a feltételeim. És utána nem nagyon kell messzire menni. Meg kell nézni a környékbe levő ősgyepeket. Milyen ázsitfű félék tenyésznek rajta. Tehát ez tájegységtől függ. Ez tájegységtől függ. A szálfüvek, ajfüvek arányát pillanatokon belül meg lehet nézni, hogy melyek azok, amik a hasonló talajon, ott igazából hozzák a fű összetétel során a későbbiekben sokszor emlegetett állatban megjelenő röghatást. Tehát amikor azt mondtuk, hogy igen, az itt tenyésztett szürke, de bármilyen más magyar tarka, az erre a tárra jellemző, hozza a röghatást nem csak a tenyésztésbe, hanem amiatt, mert olyan takarmány összetételt kap, olyan fű összetétel áll rendelkezésére, ahol speciálisan arra a tájegységre, talajra jellemző szálfüvek, ajfüvek aránya van. És a legelő állat azért is kell, mert hát ezeknek az arányát meg kell tartani. Ezért szokták a marha után még a birkát ráengedni. Pont, hogy az ajfüveket is legelje le, hogy ezeknek az aránya tartósan megmaradjon. Tehát amikor a gyepről beszélünk, és a gyepnek a kultúrájáról, arról, hogy ezt hogyan tartották fönt őseink, hogyan tudták az ott kitenyésztett és meghízlalt marhát 1000 kilométerre is arrébb elhajtani, úgyhogy nem csökkent az értéke, az pont azoknak a gyepeknek a természetes módon feltartásából ered, azoknak a gyepeknek a gondozásából ered, és az ott tenyésztett és az ott hízlalt állatnak az életerős, egészséges mivoltjából alakult ki. Amikor meghirdették ezt a programot, nagyon jó döntés volt, nem vitás, ugyanakkor az természetes, hogy a maga gazda ezekkel az alapvetésekkel nincs tisztában. Lehet, hogy az alapvetéseket tudja, de a finomságokhoz pedig kellenek a szakemberek tanácsai. Elegendő szakember áll rendelkezésre, hogy a gazda a kérdéseire választ kapjon? Jelenleg nem. Ez is volt a célunk, hogy a Matén, az új agrártudományi központi egyetemen, élettudományi egyetemen, tehát az új neve a SZIE-nek a MATE, gyakorlatilag igenis a gyep és a gyepgondozás és a gyeppel való foglalatosság és ennek az oktatása még jobban előtérbe kerüljön. Igenis a jelen gazdákat is erre a gondolkodásmódra meg kell jó értelemben tanítani, az új ismereteket át kell nekik adni. De egyet azért mindenképpen mondhatok. Én gazdák sokaságával találkozom szerencsére. Én a gazdaemberrel beszélek, és a gazdaemberek szinte mindegyikébe fölmerül, amikor azt mondja, hogy alelnök úr, igazgató úr, teljesen mindegy, Tibor, miért nincs a gyepeinken állat? Miért hiányzik onnan? Oda állatot kell tenni, tehát belülről érzik azt az űrt, mint állattenyésztő, növénytermesztő, mint gazdaember, amit igenis nekünk nem csak tudomásul kell venni, hanem tenni is kell érte. Igen, de mi a válasz erre? Hiszen profitközpontú az agrárgazdaság, és azt tudjuk. Megéri egyébként gyepellegeltetni például a szarvasmarhát? Igen, hát juhokat, nem véletlenül a mezőfalai ZRT-ben is húsmarha van. Nem véletlen, hogy a húsmarha vonatkozásában a anyatehén tartás és
a húsanyatehénnek a létszáma folyamatosan bővül, és a legkülönbözőbb francia és hát jó húsminőséget adó más fajták is a gyepen szépen megvannak. Legelő gazdálkodással eredményt lehet hozni, és most itt a sarolétól kezdve a limuzinig, most hagyd ne soroljak föl mindenféle húsmarhafajtát, fehérkék belgáig. Igenis, a magyar gyepen jó húsformákat tudnak mutatni, szépen tenyésznek, megfelelő borjúszámot adnak, tehát szaporák, és a jó legelőkészségüknél fogva szépen gyarapodnak. Nem véletlen, hogy egy ágazat, ez a húsmarhatartó ágazat, és a juhászat egy része is, a legelőn tartással, a természetes körülményeknek a megtartásával tud nem kevés eredményt elérni, azzal együtt, hogy természetesen a húsmarha tartáshoz kapcsolódó támogatások, speciális támogatások, anyatehén tartástól kezdve földalapú támogatásig összességébe kell egy olyan védőháló, ami a piaci körülményekhez segíti, igazítja a beruházásokat, segíti az ebbéli gazdáknak, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a világpiaci ingadozások, a különféle csoportokhoz, kereskedelmi csoportokhoz való Európai Uniós csatlakozások, akár Mercosur, akár más, bizony nagyon sok hátrányt is felvetnek a gazda számára, amit ha az uniónak ez előnyt is jelent, bizony a hátrányokat pedig valamilyen módon kompenzálni kell a gazda felé, de itt csak annyiba térek vissza, amit szoktam mondani, hogy a magyar gazda a zöld gazda, a magyar gazda igenis megőrzi a természeti értékeket, és meg akarja a termőföldjét, akár gyepét őrizni nem csak önmagának, hanem ők unokái és még azon túli nemzedékei számára is. Tehát egyik oldalról ön szakmai szempontból elkötelezett, és nyilván, ahogy most beszélgettünk, bizakodó is. Én abszolút bizakodó vagyok, hiszen hosszú távon nem lehet a természetvédelem, a különféle környezetvédő csoportoknak sem érdeke, hogy ezt a csodálatos szukcesziót, amit gyepnek és a gyep ökoszisztémájának nevezzük, egy biotópnak, ezt ne tartsuk fönt. Legfeljebb ott is véleményt kell váltani, ott is meg kell beszélni, hogy melyek azok a folyamatok, amik ezt a természetes csodát nem fenntartják, hanem rombolják, és azzal nem a természetet védjük, hanem pont ellene teszünk, és tartsuk meg azt az egyensúlyt, amit elődeink, meg a nagy természet kialakult, és úgy ne nyúljunk bele, hogy utána csak a káros következményeit kelljen kivédeni. Nos, hát ehhez kívánok erőt, egészséget, lesz dolgok bőven, nem vitás, nincs kétségem felőle. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, maradjanak továbbra is velünk, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra.